Megtisztelő, hogy itt lehetek önökkel, és ezen falak között köszöntetem itt a rendezvénynek a résztvevőit, és persze testében résztvevőket is. De akkor mint rendes házigazdak, vagy rendes köszöntet illik, azért mondom szerintem, és én nem adással készültem. Úgyhogy tisztelt miniszter biztos asszony, kedves elnök úr, tisztelt hallgatóság, de nézők itt a virtuális térben. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság nevében köszöntök mindenkit az űrkutatás napján. Az űrtevékenység alapja a kommunikáció, enélkül elképzelhetetlen bármilyen űrben keringő eszközzel való kapcsolattartás, vagy bármilyen űrtevékenység. A Sputnik 1-et közel 7000 műhold követte napjainkra, amelyből mintegy 3500 is működik. És ezek nevét már nem nagyon ismerjük, mindig az elsőt szoktuk megjegyezni, ez volt a Sputnik 1. Az elmúlt évtizedekben rettentően felgyorsult a technikai fejlődés, és azt eredményezte, hogy az műholdak átnyújtott szolgáltatások beépültek a minap életünkben. Szinte láthatóan ott vannak egyébként, amikor közlekedünk, vagy éppenséggel megnézzük, hogy mindig járás várható adott területen. Tehát egyszerűen ott vannak, és nem is gondolunk arra, hogy milyen technikai háttér szükséges ahhoz, hogy ezeket működtessük, és az életünket kiszolgálják, könnyebbé tegyük a mindennapjainkat. Az, hogy mi minden kell ahhoz, hogy ez jól működjön, az egyik része a frekvencia, és nyilván a pályapozíció kérdése. Ennek szabályzása még külön kiemelt területként jelenik meg nálunk is, ezzel az NMHH napi szinten foglalkozik, és igyekszünk biztosítani azokat az elvárásoknak, az igényeknek válaszokat, amelyek ennek kapcsán megjönnek nálunk, akár frekvencia kérdésekben, akár pedig pályapozíció kérdésében. De tennapi napon, talán kevesen voltak ott, volt egy ismertetőnk az ITU VRC felkészülés kapcsán, és ott tekintettük át közösen, hogy milyen igények jelnek meg ma már egyébként az űrtevékenység, űrkutatás, űrtávközlés területén, és látszik, hogy ezek egyre inkább mélyebb, kifinomultabb feladatokat rónak ránk, nem csak Magyarországra, a világ összes országára, hogy tudjuk együtt működtetni zavarmentesen ezeket az eszközöket, házatokat mindennapok területén. A mai rendezvény abban a szempontból is mérföldkő számunkra, hogy első alkalom, hogy az NMH látja vendégül a Magyar Asztronomikai Társaság rendezvényét, és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság örül annak, hogy ezt elfogadta egyébként a MAND. Az együttműködésünk nem új keletű, mert a célunk közös, az ismeretterjesztés mellett a hazai űrtevékenységnek az erősítése, fejlesztése. Nagyon sok közös élményünk van egyébként már a MAND-tal, hiszen részt vettünk, itt már említett előbb űrtábor részén, és örömmel vettünk részt, és számomra személyesen bizakodás ad egyébként okot az, hogy látva a fiatalokat, találkozva velük, az ő kérdéseik, az ő érdeklődésük mutatta a számomra, hogy van értelme befektetni a szakmai tudásba, a képzésbe ezen a területen, hiszen gyakorlatilag a jövőnket határozza meg. Sikeres adásokat kívánok a mai napra, és igyekszem, hogy is majd számot adni itt a frekvenciaszabályozás kérdéseiről, egy következő adásomban itt majd. Köszönöm szépen!